A magyar miniszterelnök jövő héten a Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő különjelentéséről szóló vitán vesz részt. Eszerint fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, így indokolt a hetes cikk szerinti eljárás megindítása. A Fidesz azt javasolja, hogy egy országgyűlési határozatban válaszoljanak majd a jelentésre. És ez pusztán egy politikai jelentés, egy politikai bullshit, ami tulajdonképpen semmi más nem szolgál, mint Magyarországot ebben az európai parlamenti ciklusban megbélyegezze. Az Amnesty International több civil szervezettel közösen nyílt levélben szólította fel az európai parlament képviselőit arra, hogy támogassák a Sargentini jelentés jövő heti elfogadását. A vita jövő kedden lesz Strasbourgban, a jelentésről pedig várhatóan szerdán szavaznak az európai képviselők. Nem azért, mert egyetértek vele, talán neked címezve, idézem Morvai Krisztinát, aki azt mondja, ki kellene alakítani és jogszabályba foglalni a jogállamiság rendszer szintű megsértésének megállapítására irányuló eljárás rendjét. Ez mindez idáig nem történt meg, ezért csak szabályozatlan, azaz önkényes eljárásról beszélhetünk. Mennyiben jogi, mennyiben nem jogi kérdés ez? Arról nem beszélve, hogy én a rádióműsoromban rendszeresen beszéltem Navracsics Tiborral arról, hogy amit mi európai értékekként kezelünk, azok vajon valamilyen módon expressis verbis le vannak-e írva, és ha igen, akkor azok egyébként ebben a formában léteznek, ha pedig nem, akkor itt szellem alakokkal vesződünk-e? Hát annyiban jogi kérdés a kérdés, amennyiben azt vizsgáljuk, hogy egyébként a normális, és most hagyjuk ezt az európai, tehát ami az emberek egészséges jogérzéke szerint megfelelő, tisztességes jog. Itt állj meg egy pillanatra, elnézést. Ugye szóba, egy másodperc szület, ugye szóba került a 80-as évek nyugatja, ami az igazságérzetet illeti. Abban te egészen biztos vagy, vagy a tapasztalatod az, hogy az évtizedek folyamán nem változik? Elnézést. Én azt gondolom, hogy az egészséges jogérzéke az embereknek ugyanolyan 500 évvel ezelőtt is, mint most. Nyilván azokhoz a körülményekhez igazodva, amely társadalomban élnek, vagy a körülmények, de az jogérzékük, az szerintem egészséges és tisztességes. Nyilván van egy pár, akinek nem. Visszatérve, tehát ha azt látják, és itt ebben nem értek egyet Morvai Krisztával, itt nem az eljárást kell szabályozni. Hát vagy megszegnek valamilyen jogszabályt, vagy nem. Vagy érzi azt a magyar állampolgár, hogy a választójogi törvény ezért nem jó, vagy azért nem jó. Ez jogtechnikai kérdés. De az, hogy ő úgy érzi, hogy nem tisztességes a választás, az nem jogtechnikai kérdés, az egy érzet. Vagy igaza van, vagy nincs, ezt nem tudom. Szóval ez a Sargentini jelentés sokféle tapasztalatból gyűjtött össze, jót, rosszat. És abban én azt gondolom, nyilvánvalóan tisztába kell lennünk, hogy itt nem a magyar embereket bélyegzi meg ez a jelentés. Mert most függetlenül, hogy elfogadják, vagy nem, ettől ez még ott van. Hanem a kormányunkat, aki jót tett, rosszat tett, ilyet tett, olyat tett. Az a baj egyébként, ezzel már elkezdtünk ezelőtt a sminkbe is egy kicsit, vagy legalábbis én elkezdtem rikácsolni. Van egy helyiség, ahol még szebbé tesznek embereket. Szerintem ezt azért tudják a nézők. Jó, csak próbáltam lábjegyzetet fűzni. Tehát, hogy nem a kormány, mármint, hogy a kormányról lesz rossz vélemény, és nem Magyarországról. Én ezt sajnos nem vagyok hajlandó ilyen élesen elválasztani, ez nem így van. Szerintem ez nem automatizmus. Természetesen elméletileg van egy ország, amelyik kétharmaddal megválaszt egy kormányt, akkor ezt a finom distinkciót, ezt biztos megteszik mindenki, aki rólunk gondolkodik az Európai Unióban. Na de ez nem a magyar nép. De nem ezt akartam mondani. De ez fontos. De nem kétharmaddal választották meg. De és szerinted ez... Csak mondom, tehát ez az, az Európa Tanácsban ez egy jó, nagyon de abban egyetértek veled, hogy igazából ezt a distinkciót, ezt nagyon szofisztikált módon igen, lehet csak szóval megtenni. Nem ilyen nagyon mindenki azt mondja, a magyarok is. A magyarok ellen van okay, ez is. Csak azt akartam mondani, hogy akkor ijedtem meg, amikor elkezdtem ezt hallgatni, hogy ha Kocsis Máté azt mondja, hogy ez egy bullshit, ez a Sargentini jelentés, akkor elég erősen kinéz nekünk ez a hetedik cikke, vagy paragrafus, vagy nem tudom én micsoda. Tehát, hogy ebből nekem ez semmi, ezt vegyétek egy liba gágogásának, de hogy nekem futó rossz érzésem támad, hogy az erősen úgy érzik, hogy el fogja ítélni én Magyarországot a jelentés. Téged. Én valójában mindig megnézem ezeket a
meghallgatásokat, amelyek a hazánkat érinti. És én állandóan úgy érzem magamat, mintha valamilyen szülői értekezleten lennék, ahol a lányomat, nekem egy lányom van, tehát most a hazám egy lány, tehát ott különböző tanárok mondanak róla valamit, és én azért aggódom, hogy most akkor a lányom jól van-e vagy sem. És visszatérve arra, amit te mondasz, hozzátéve Kocsis Mátét, aki ezügyben egy altanár, hogy hiszen ő ott majd nem fog megszólalni. Van egy itten érzetem, van egy ottan érzetem, már mint nézve ezeket a meghallgatásokat, és ezeket nem tudom egymással lakni. Én azért hagyd mondjam, mert elolvastam a 68 oldalas Sargentini jelentést magyarul, pont azért, hogy egyáltalán tudjam, hogy miről beszélünk. És ennek vannak jó megállapítása is, tehát nem egyértelműen elítélendő. Azokat abból a Fidesz írta bele. Nem biztos, tehát hogy abból az anyagból dolgozott az Európai Zöldpárti parlamenti képviselőnő, ami részben már az európai bizottságokat, illetve bíróságot megjárta, részben pedig, ami ténylegesen így van 2010 óta. Ami döbbenetes volt nekem, hogy mi már elfeledkeztünk arról, hogy mi minden történt 2010 óta. Nem. Hát jó, van, aki elfeledkezett volna, van, aki nem. Én már van, amire nem emlékeztem. Tehát valójában a jelentés azért nagyon érdekes, a nők helyzetéről, a kilapoltatásról, a médiatörvényről, a véleményszabadságról, a demokratikus választásnak a mienségéről, az ebesz jelentést is bedolgozták szól. Tehát valójában ez a magyar állampolgárok érdekében készült jelentés. És csak a kérdés az, hogy ebben az Európai Uniós klubtagságban, hát mennyire fogják a kormánynak az ilyen hogy a magyar állampolgárok érdekében, hát van egyes állampolgárok érdekében, igen, másokban nem. De hadd kérdezzek tőled valamit. Én meg hadd kérdezzek tőled valamit. Az, hogy, mert fogalma sincs, hogy ha mondjuk, tudom, hogy ez nem ilyen könnyű, hogy ezt a hetes cikket nem fogják csak olyan könnyen ratifikálni, hiszen ez a 100%-ig meg kéne szavazza az összes miniszterelnök, hogy ha mondjuk ezt megszavaznak, akkor nekem, meg neked, meg nekünk milyen hátrányunk? Tehát effektív a magyaroknak, tehát nem a kormánynak, hanem a magyaroknak lenne hátrány ebből, vagy nem? Teoretikusan tudok válaszolni, hogy ha attól függ, hogy mi a szankció. Ha elvesznek szavazati jogot, azt gondolom az rossz. Nem szólhatsz bele a saját életedet alakító normák kialakításába. Ha pénzt megvonnak, akkor az világos. Azt mondja, azt mindenki érti, hogy abban mi a rossz. Végső soron, ha azt mondják, hogy kérem szépen, ebbe a klubban nem kötelező részt venni. Ki is lehet fáradni azon az ajtón, amin betetszett jönni. Az azt gondolom megint nem jó, hiszen amit most tényleg el kell, vagy el lehet ismerni, hogy a GDP fejlődés döntő alapja az uniós pénzekből ilyen-olyan fejlesztések elvégzése. Ezt azért valahol áttételesen meg fogják érezni az emberek, te is, én is. Jó, meg az itt dolgozó multivállalatok, de hadd kérdezek valamit tőled, Bandi. Jövőre lesznek ugye az uniós választások. Bizonyos szempontból bennünket foglalkoztat-e, hogy kicserülődhet az a tanári kar, akik egyébként rólunk véleményt mondanak. El tudjuk azt képzelni, hogy majd 2019 novemberében nem ugyanez, de maga a tanári kar más véleményen lesz rólunk, csak és kizárólag abból adódóan, mert a választás így hozza? Mert azért hát ez nagyon faramuci lesz. Ez egy pontos helyzetelemzés volt ez a kérdés, szerintem. Tehát ebben a kérdés felvetésre egyetértek. Tehát ezért nevetséges számomra mindig, hogy Európai Uniózunk, meg brüsszelezünk, meg Brüsszel, az nem egy ilyen homogén valami, hanem érdekek halmazza, vagy érdek összeütközések terepe, ahol rendkívül jó artikulálódott érdekek harcolnak egymással. Tehát ebben picit, hogyha megengeded, vitatkozom veled, hogy ha nem tetszik a helyzet, tessék kifáradni, ez nem feltétlenül ez az alternatíva, mert azok, akik a treuga dejben, illetve a status quo fenntartásában érdekeltek, azok mondják ezt, akik meg a status quo, és mindig azok érdekeltek a treuga dejben, akik a hatalmi pozíció, az Istenek békéjében, hogy jó van ez így, ahogy van, akik a hatalmi pozícióban vannak. A világtörténelemben ez mindig is így volt. De a választások után megváltozhat az úgynevezett Brüsszel, és akkor lehet, hogy a tanárbácsik a te metaforáddal egészen más fognak mondani. Szóval ez egy rendkívül bonyolult dolog, és szeretnék én egy olyan pozícióban játszani magam, vagy elgondolni magam, ahol megpróbálom ezt így objektíven nézni, tehát én nem feltétlenül akarok most ebben állásfoglalni, mert ez egy másik kérdés. Megnézed majd?
Tese? Keddet megnézed? Amit? Kedden megnézed? A vitát. Nem tudom, megnézem, nem fogom elolvasni a Sargentini jelentést pedig egyáltalán. Nagyon mert jó, egy másodperc, maradjunk a státuszkónál. Csak, csak annyi, hogy tessék egy kicsit úgy gondolni erre a dologra, mint egy választási kampányról. Két ellentétes érdek van, kőkemény ellentétes érdek, ez a bizonyos nemzetek Európai érdek, meg ez a, hogy legyünk ilyen... De visszatérve az Zalesnikre, kétféle igazság érzek. Ez a két dolog harcol egymásra, ezt kell látni. Jó, kész. Nézzük a státuszkót, és jöjjön a harmadik fejezet.